Jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm a jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel 6 képviselőnk jelen van. A jegyzőkönyvet a írásos feljegyzés és videófelvétel alapján Szalma Csilla fogja vezetni, aki egyetért azzal, hogy ő legyen a jegyzőkönyvvezető, kérem kézemeléssel erősítse meg, 6 igen szavazattal egyhangúan. Egyetérthetünk ellenszavat és tartózkodás nélkül. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagyajtai Mihályt és Takó Gábort javaslom, aki elfogadja őket, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal ezt is elfogadtuk. És aki küldött napi rendi pontokat, aki elfogadja, kérem azt is erősítse meg kézemeléssel. 6 igen szavazattal elfogadtuk ellenszavat és tartózkodás nélkül. Akkor én bele is vágnék a beszámolomba. Előző képviselőtestületi ülésünket június 14-én tartottuk. Ezt követően június 20-án a sportpályán a juniálisra készülve kiparcelláztuk a helyeket. 21-én 11 órakor fogadtam a tázár felirat habbetűk készítőjét, aki elhelyezte a kijelölt helyre a feliratot, azóta is sokan gyönyörködnek benne. Június 22-én és 23-án az önkormányzati sátrakat állítottuk a falunapra a sportpályán, az előkészületekkel foglalatoskodtunk. Június 24-én 15 órától fogadtuk a diósadi vendégeket a művelődési házban, 16 órától pedig településünk 150 éves évfordulójával kapcsolatos programjainkat kezdtük meg. Tázár történetéről, valamint a napelempark építéséről hallottunk egy előadást. Ezt követően pedig egy gyalogtúrán vehettünk részt, ahol kimentünk a napelemparkot megtekinteni, és visszasétáltunk a kerékpárúton. 25-én szombaton a sportpályán tartottuk meg azokat a programokat, amiket erre a napra terveztünk. Nagyon jól sikerült, rendezvényen vagyunk túl, melyen több sztárvendéggel is találkozhattunk a nyertes EFOP pályázatunknak köszönhetően. Ezt követően 26-án pedig az ökumenikus istentiszteletet követően a parkban egy emlékkövet avattunk, mely Tázár 150 éves történetének állít emléket. Ezt követően pedig a diósadi vendégeinktől elbúcsúztunk egy ebéd keretében. Július 6-án az EFOP-os pályázattal kapcsolatosan tábori megbeszélést tartottunk. Ennek keretében tudtuk az itt élő gyermekek és a szülők segítésére megszervezni a lovas, valamint az alkos szabadon táborokat. Július 13-án 16 órától szociális bizottsági ülésen vettem részt, ezt követően pedig 17 órától egy rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottunk, melyen a képviselőkkel az asszállyal kapcsolatos problémákra igyekeztünk megoldást keresni, valamint szerettük volna tudatosítani az itt élőkben, gazdálkodókban, hogy nagyon-nagyon takarékoskodni kell a vízkészlettel mindannyiunknak. Július 15-én az EFOP pályázat keretében fogadóórát tartottam, 15 órától az ifjúsági klubban. Ezt követően 16 órától a baptista játszótéren tartottunk egy egyeztetést, hogy a lovastáborral milyen feltételekkel mit használhatunk ott. Július 25-én Budapesten az elektronikus aláírásomat újítottam meg, és ezen a napon indult el a lovastáborunk. Július 27-én a műszaki ellenőrrel a felsőtelepi iskola építkezését ellenőriztük reggel 7 óra 15-től együtt. Augusztus 2-án 14 órától országgyűlési képviselőnk által összehívott tájékoztató fórumon vettem részt Pirton, ahol a homokhátság víz visszapótlásáról és a délalföldi régiót érintő pályázati lehetőségekről kaptunk tájékoztatót. Augusztus 8-ai héten az EFOP pályázattal kapcsolatos mentorálási tevékenységet segítettük munkaidő utáni órákban, ahol az egyéni mentorálásnak biztosítottunk helyet itt a hivatalban. Augusztus 9-én 17 órától gazdasági bizottsági ülésen vettem részt, ma délelőtt pedig a szombaton felső telepen a Benicki kastélyhoz szervezett tanyakavalkád előkészületi munkáit irányítottam, mely rendezvényre 13-án, szombaton 9 órától szeretettel várunk mindenkit, elsősorban a külterületi lakosokat,
de mindenkit várunk szeretettel, ahol a résztvevőkkel egy ebédet is meg fogunk osztani a végén. Ma pedig 15 óra 30 perctől szociális bizottsági ülésen vettem részt. Röviden ennyiben kívántam tájékoztatni képviselőtársaimat és a lakosságot. Ezt követően pedig rátérünk az első napirendi pontra, a homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 2021 évi működéséről készült beszámoló elfogadására. Ezt ugye minden évben megtartja a közgyűlését ez a társulás, és a polgármesterek képviselik az önkormányzatokat, de minden önkormányzathoz is eljuttatják. Ezt minden képviselőtársam megkapta. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés. Ugye itt az előterjesztésben látjuk, hogy vannak a társulás működése során megvalósított projektek. Itt részletezik, hogy mire hány millió forint, hány milliárd forint kerül elköltésre, főleg a szállítójárműveknek a megújítása fontos, és a beszámoló végén, ugye ott a 2021 évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót ugye május 24-én tárgyalta és elfogadta a tanács. A 21 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 708.477.372 forint bevételi főösszeggel és 693.472.400 forint kiadási főösszeggel és 15 milliós maradvánnyal hagyta jóvá. Ezzel kapcsolatosan kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Ha nincs, mert nem látom a jelentkezést, akkor én ez alapján szeretném javasolni ennek a beszámolónak az elfogadását a képviselőtestület számára. Aki ezt elfogadja, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk. A fák kényszer kivágása a Tázlár Árpád utca 22/A, utca Bercsényi utca saroknál. Itt ugye érkezett egy kérelem Haskó László részéről, ő a tulajdonos ott a közeli ingatlannál, hogy a nyírfa ott is kiszáradt, ugye ahogy a falu nagy részén, és ott a vezetékek akadályozzák a fának a kivágását, és fél attól, hogy ez nagyobb kárt is fog okozni, és ebben kérte az önkormányzatnak a segítségét. Erről viszont már beszélt a gazdasági bizottság. Én megadnám a szót Nagy Ajtai Mihálynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, a bizottságülésen beszéltünk róla. Ugye tudjuk, hogy igazából az utca az önkormányzathoz tartozik, az önkormányzatok tulajdona, illetve az utcafronton lévő fák is így az önkormányzatot illetik. Ezáltal az önkormányzatnak kell kezdeni ezekkel a fákkal olyan szinten, hogy a kivágását meg kell oldani. Mi azt javasoltuk a képviselőtestület felé, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a már korábban is a vállalkozó által végzett, megnevezett fák kivágásával, és akkor, hogy próbálj meg ezt is ő vele elvégeztetni. Köszönöm szépen! Igen, itt nekem még annyi jutott eszembe, hogy ez a helyes módja ennek a fa, az utcán lévő fák kezelésének, mert azért, valljuk be őszintén, azért vannak olyan lakóink is, akik nem tudják azt, hogy az utca az közterület, és a házuk előtt lévő fát maguktól próbálják kivágni. Nyilvánvaló, amikor nincs ilyen nehezítés, hogy villanyvezeték vagy egyéb kábel, távközlési kábel húzódik ott, akkor ezt könnyebben meg is tudják oldani, de ezt minden esetben be kell jelenteni. Engedélyeztetni kell az önkormányzatnál. Ezt egy pár szóban a jegyzőasszonynak kérném, hogy hova címezzék, és milyennek az eljárás menete.
beszéljünk már róla. Tehát, hogyha a közterületen valakinek a háza előtt olyan fa van, ami akár elkezd kiszáradni, akár valami miatt ki szeretné vágatni, mert úgy érzi, hogy megsérült, vagy esetleg beteg lehet, vagy akkor a fák, így van, akkor azt hiszem a fák védelméről szóló kormányrendeletnek a mellékletében van egy olyan iratminta, amin be kell jelentenie, hogy mekkora méretű, milyen típusú fa kerülne kivágásra, illetve azt, hogy milyen csemetével fogja ezt a fát pótolni. Tehát az a legfontosabb, hogy abban az esetben lehet engedélyezni ennek a kivágását, hogyha értelemszerűen ennek a pótlására is történik, mind vállalás, mind pedig utána ellenőrizni kell, hogy valóban megtörtént a fának a pótlása. Erre nyomtatvány megtalálható fent a tázlár.net oldalunkon, ez még 2020 évben elkészült, mert azért voltak többen olyan lakosok, akik tudtak arról, hogy kell ehhez valamilyen bejelentést tenni, és azóta ez bejelentés alapján rendesen normálisan zajlik itt Tázláron, illetve ha bejönnek, akkor itt a hivatalban is tudunk adni ilyen nyomtatványt, tehát bárki ilyen kérelemmel jön, kezében nyomjuk a nyomtatványt, és akkor az alapján még azon a napon megtörténik az engedélyezés, amennyiben tudja, hogy hol fogja elhelyezni a telepítendő fát, illetve milyen fát helyez el. Igen. Jó, és tudjuk azt, hogy aki felkörte fánk, az pedig védett. Itt helyileg. Misi? És egyébként a fa ültetés, tehát amikor nem a fák pótlására ültetnek, azt is be kell jelenteni. Miről? Én nekem arról így nincs. Konkrétan nincs szabályi tudomása, de azt tudom, hogy akkor, amikor itt önök megszavazták azt, hogy több fát ki kell vágni kényszerből, akkor én automatikusan ezekre kiállítottam a fakivágási engedélyeket, illetve köteleztem az önkormányzatot arra, hogy pótolni is fogják, de ez is benne van a határozatban, mint ahogy majd ebben a határozatban is benne lesz. Igen. Ezzel kapcsolatosan van esetleg kérdés, észrevétel? Igen, tehát a határozatban is azt fogalmaztuk meg, hogy Tázárközség önkormányzat a képviselő testülete úgy határozott, hogy a Tázlár Árpád utca 22/A és a sarkon és a Bercsényi utca sarkon lévő nyírfákat kivágatja. Ez három fa, azt hiszem? Igen. Három fa. Hozzájárul három darab fa kivágásához. Árajánlatot majd meg fogjuk kérni erre, amikor be tudjuk ütemezni, akkor kivágatjuk, igen. És ugyanannyi facsemete kerül pótlásra, amennyinek a kivágásról a képviselőtestület döntött, tehát három darabot kell pótolnunk. És Tázárközség önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. 6 igen szavazattal egyhangúan megszavaztuk. A harmadik napirendi pontunk, Tázárközség önkormányzata és intézményei likviditási terve. Ezzel a likviditási tervvel ugye rendelkeznünk kell minden évben. Itt erről is tárgyalta a gazdasági bizottság, és utána a jegyzőasszony is majd megkérem. Köszönöm szépen a szót, igen, beszéltek róla, hogy ezt kötelező meg kell tenni. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. A jegyzőasszony. Hát valójában a likviditási tervvel az államháztartási törvény 78 paragrafus 2-es bekezdése határozza meg, hogy mind az önkormányzatnak, mind pedig az intézményeinek kell ezzel rendelkeznie. Gyakorlatilag rendelkeztünk is vele, tehát már a költségvetéskor is készen volt, de mivel nem került külön elfogadtatásra, ezért javasoltam, hogy tegyük napirendre, hogy legyen készen, mert akár külső ellenőrzés, akár mi van, akkor ezt kérhetik. Valamennyi pályázatnak külön likviditási terve van, tehát legyen az önkormányzaté is külön elfogadva. Köszönöm. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás képviselők részéről? Ha nincs, akkor aki elfogadja a kiküldött anyag alapján a önkormányzat likviditási tervét, kérem kézemeléssel jelezze. 2, 4, 6 igen szavazattal. Hogy? Benne van a bölcsöde és a konyha.
Ja igen, ez tartalmazza a bölcsödét és a konyhát is, igen. Jó, köszönöm. Tehát egyhangulag elfogadtuk, ellenszavat és tartózkodás nélkül. A negyedik napi rendi pontunk, az pedig Tázár községben az adó és értékbizonyítványok kiállításához a földek értékének felülvizsgálata és döntéshozatal. Erről is beszélt a gazdasági bizottság, átadom a szót az elnöknek, Nagy Ajtai Mihálynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, beszéltünk bizottsági ülésen. Ugye látjátok, ami előttetek van, ami kiküldött anyagban szerepel, hogy korábban voltak megállapítva összegszerűségek. Ugye a legelő rét Nádasút az korábban 400 000 forint per hektár, most azért tudni kell, hogy azóta áremelések történtek mindenhol, mint ebben az esetben is, ugye a földek eladásánál is ez is követte az inflációt. Mi javasoljuk a 700 000 forinttól 1 millióig, a következőnél a szántónál ugye volt korábban 600-800 000 forint per hektár, mi javasoljuk a 1 millió és 1,5 millió forint per hektár összeget. Erdő esetében látjátok a korábbi meghatározás szerint 500 000 forint és 1 millió forint per hektár összeget. Mi ebben az esetben az 500 000 és a 3 milliót javasolnánk, tehát egy nagyobb tűréshatárt javasolnánk. A tanya esetében ott ugye látjátok a korábbit, mi külön vettük, vagy javasolnánk külön venni, olyan esetben, amikor csak tanyahely, illetve abban az esetben, amikor tanya is szerepel, a tanyahely esetében 300 000 forinttól 800 000 forintig, és itt tanyahely, tehát nem hektára vetítve, amikor tanya is található rajta, abban az esetben pedig 800 000 és 5 millió forint közötti összeget. És bővíteni javasolnánk a szőlőgyümölcs ültetvénnyel, amit 1 millió és 3 millió forint per hektár közötti összegséget javasolnánk, illetve a családi ház esetét, ott pedig 3 millió és 15 millió forint összeghatárt javasolnánk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ugye fontos hangsúlyoznunk azt, hogy itt ezek nem az irányadó árak, hanem itt az adó és értékbizonyítvány kiállításához az ügyintézőinknek segítséget adnak ezek a keretek. Nem tudom, hogy a jegyzőasszony esetleg szeretné-e kiegészíteni. Igen, tehát azért kértük ennek a napirendnek az előterjesztését, mert a földhivatalok elkezdték az 1800 előtt születettek, illetve az 1900 környékén többnyire elhunyt személyek olyan ingatlanoknak a póthagyatéki eljárásait, akik nyilvánvalóan már nem élnek, és több százra emelkedett ezeknek az ügyeknek a száma, és minden esetben ki kell állítanunk minden tulajdonukban álló ingatlan részről ezt az adó és érték bizonyítványt. És mert itt naponta akár 20-30 ilyen bizonyítvány is kiállításra került, egyértelművé vált, hogy ezek az árak már nem felelnek meg a jelenlegi piaci értéknek, és hát az örökösök szempontjából van, aki jelen van, és esetleg tud nyilatkozni, hogy mégis ő miként értékeli annak az ingatlannak az értékét, akkor azt is figyelembe vesszük. De egyébként azért az ügyintézőnek könnyebb dolga van, hogyha tényleg olyan szakértők állapítják meg, vagy legalább az irányárakat meghatározzák, akik ismerik a piaci forgalmi értéket. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés észrevétel képviselők részéről? Ha nincs, akkor a határozat tervezetünk alapján én szavazásra bocsátom. Tehát Tázár község önkormányzata, a képviselő testülete úgy határozott, hogy az adó és értékbizonyítványok kiállításához a földek értékének megállapításánál az alábbi árakat, illetve korlátokat vegye figyelembe. A legelő rét Nádas út 700 000-től 1 millió forintig terjedő mértékben, a szántó esetében 1 millió és 1,5 millió forintig terjedő értékben, erdőnél 500 000 forinttól 3 millió forintig terjedően, a tanyahelynél 300 000-től 800 000 forintig
tanyánál 800.000-től 5 millió forintig, szőlő és egyéb ültetvény esetében 1 milliótól 3 millió forintig terjedően, és családi ház esetén 3 millió és 15 millió forint közötti tartományban. Aki ezzel egyetért, kérem kézemeléssel jelezze. Hat igen szavazattal egyhangúan. Egyetértettünk, ellenszavat és tartózkodás nélkül. A következő napirendi pontunk az 5-ös. A Bács-Kiskun megyei kormányhivatal hatósági főosztály törvényességi felügyeleti osztály iratairól tájékoztatás. Itt megkérném a jegyzőasszonyt, hogy röviden pár szóban foglalja össze nekünk. Tehát ez önök előtt is ismeretes volt, hogy még 2020 évben a törvényességhivatalból törvényességi eljárást indított, amiatt Tázlár község önkormányzata ellen, mert a közvetlen a választásokat követően nem alkotta meg az új SMS-ét. Ezt követően belépett a veszélyhelyzet, ez március 11-től, és a polgármester úr novemberben alkotott egy szervezeti működési szabályzatot, amelyet szintén nem talált megfelelőnek a törvényesség, és így a korábbi törvényességi eljárást akkor nem zárta le, folyamatában fenntartotta. Ezt követően készült egy újabb SMS, amit már a testület egésze alkotott meg, és 14/2021-es számmal lett elfogadva, abban pedig tartalmi és formai okokra hivatkozással, szakmai segítségnyújtással éltek, de ismét, tehát az előző törvényességi felügyeleti eljárást lezárták, újabb felügyeleti eljárást indítottak, amelyben szakmai segítségnyújtást küldtek. Ezt a szakmai segítségnyújtást ugyan nekem volt címezve, de már kiküldtem a képviselőknek az új SMS tervezettel együtt, úgyhogy azt szeretném, hogy ha majd lesz egy kis idejük és bele tudnának tekinteni, teljes felépítésében megváltozott az SMS. Tehát azt kérte a törvényesség, majd fogják látni a levélnek a végén, hogy új SMS-t alkossunk, mert tehát számos ilyen apróbb olyan hibákat talált benne, én magam is, ha belenézek, akkor még most is találok. Tehát nem tudtam a logikai rendszerét követni a korábbinak, és nyilván ebből is erednek ezek a hibák. Úgyhogy mi ennek eleget teszünk, és a szeptember 21-i testületi ülésen döntenénk akkor az új SMS-ről, de én előtte szeretném, tehát hogyha már önök is véleményezik, én zölddel szedtem azt a részt, ami esetleg korábban vagy nem akarta a testület elfogadni, vagy nem úgy volt a korábbi rendeletben, azért, hogy arra fölhívjam a figyelmet, nézzék meg, hogy tartalmilag szeretnének-e változtatni rajta, azt követően szeretném felrakni a Loclex rendszerbe úgy, hogy a törvényesség betekintést kapjon a rendeletbe, és még mielőtt elfogadjuk, átnéznék. És akkor utána már vérhetően tényleg egy olyan SMS-szel rendelkeznénk, amely minden szempontból megfelelne a jogszerűség követelményeinek. Köszönöm szépen. Ugye ezzel az SMS-szel folyamatosan, tehát a régit megpróbáltuk olyan helyzetbe hozni, hogy elfogadható legyen a törvényesség számára is, és újabb és újabb észrevételeket kaptunk, és ezért kértük meg őket, hogy akkor segítsenek ennek a megalkotásában, és bízunk benne, hogy akkor így már könnyebben sikerül ezt elfogadtattunk velük is. Nagy Ajtai Mihály? Kérdezni szeretném, hogy ügyrendbizottságnak ezt beszélni kell róla, ugye tárgyalni kell. Igen. Tehát azt akkor lenne rövidesen. Tehát 22. héten jó lenne egy ügyrendi bizottsági ülést összehívni, augusztus 22. héten, igen. Mert hogyha azon a héten esetleg már tudnánk, igen, valamit, hogy ott mégis mi az, amin kellene változtatni, akkor azt követően, és akkor még ilyen kisebb módosítások lehetnek szeptember 21-én itt a testületi ülésen is, csak amik úgy nagyobb, tehát amik nem elfogadhatóak, azokat lehetne módosítani. Köszönöm. Van ezzel kapcsolatosan kérdés? Mert igazából erről szavaznunk nem kell most,
ez ilyen tájékoztatásként. Valójában igen, tehát azt majd akkor fogunk, tehát 21-én, hogy tudomásul vettük, illetve tehát az intézkedésről kért a törvényesség tájékoztatást, hogy elfogadja a testület, illetve hogy milyen intézkedést hozott, és akkor már fogunk tudni erre szavazni. Jó, ha nincs kérdés, akkor megyünk tovább. A 6. napi rendi pontnál vagyunk, illetve az egyebeknél. Itt nekem van nagyon sok örömhírem, ugyanis 10 babánál tartottunk az előző testületülésen, és most pedig még született 4 baba. Úgyhogy a 11. babaként üdvözöljük Tázláron Völgyi Zente Ákost, aki 7. hónap 17-én született, édesanyja Ábel Alexandra, édesapja Völgyi Balázs, Tázláron a Hunyadi utca 16 szám alatt laknak. 12. babaként született Müller Elina, ő 7. hónap 25-én született, édesanyja neve Kis Szilvia, édesapja neve Müller Norbert, ők Tázláron a József Attila utca 4 szám alatt laknak. 13. babaként született Szőnyi Péter, 8. hónap 1-én, édesanyja neve Bihari Krisztina, édesapja neve Szőnyi Sándor, ők az Árpád utca 22 szám alatt laknak, és megszületett 14. babaként Kovács Olivér, 8. hónap 8-án született, édesanyja neve Gábor Szintia, édesapja neve Kovács István, ők pedig Tázláron az első körzet 88 szám alatt laknak. Gratulálunk a családoknak, jó egészséget és kitartást kívánunk a gyermekneveléshez. Majd várjuk őket is a bölcsödénkbe, óvodánkba és az iskolánkba. És a továbbiakban pedig én egy pár gondolatébresztőt fölírtam ide. Az egyik a vízvisszapótlási lehetőség, amiről én úgy gondolom, hogy egyrészt a takarékosság mellett erről is kell szót ejtenünk, mert szemmel látható az az aszály és az a vízhiány, ami itt a településünket sújtja. Több oldalról többen többféleképpen is látják ezt. Van, aki az öntözésben látja a megoldást, van, aki pedig ugye nyilvánvaló az észszerű víz felhasználás mellett. Ezzel kapcsolatosan, ha valakinek van információja, vagy szeretne felhívást közzétenni ezen túl is, szeretnék biztosítani rá lehetőséget. Aztán a Szüreti Fesztiválról szeretnék annyit mondani, hogy tervezzük a Szüreti Fesztivált, október 1. szombatjára tervezzük, illetve úgy tervezzük, hogy segítenénk azt a csapatot, aki fölvállalja ennek a lebonyolítását. Ha nem lesz, akkor pedig majd nekünk kell ezzel kapcsolatosan bármilyen jellegű döntést meghozni. Tájékoztatni is szeretném a község lakosságát, hogy önkormányzatunkat megkereste egy cég, egy karcagi cég, aki elektronikai hulladékgyűjtést végez és földolgoz, és már volt ilyen az önkormányzatnál egy pár éve. Én arra kérek mindenkit, hogy azokat az eszközöket, elektronikai hulladékokat, amit nem lehet a kukába beletenni, nem lehet kivinni az önkormányzati konténerhez, a külterületi lakosoknak sem, azokat majd ide hozza, figyelje a plakátokat, a Facebookot és a honlapunkat, hogy mikor lesz az egy hét, amikor mit, vagy egy pár nap, amikor itt biztosítunk ebben lehetőséget. Aztán megkereste önkormányzatunkat egy csomag pontot működtető cég is, hogy Tázláron is hoznának létre. Képviselő társaimnak is körbeküldtem a levelet, és pozitív visszajelzések jöttek ezzel kapcsolatosan. Ez az utóbbi időben a csomagküldő szolgálat munkáját is, illetve a csomagok házhoz jutását, illetve nem házhoz jutását, hanem ingyenesebb kézbesítését segítené.
Úgy, hogy nem kellene érintkezni, nyilvánvaló vírusos időben ennek elég nagy jelentősége van, és nem kellene elutazni például Kiskunhalasra, vagy Soltvadkertre, vagy Kiskörösre, azért, vagy Kecskemétre, hogy átvegye valaki ingyen a csomagját, és ne kelljen plusz szállítási díjat fizetni. A gazdasági bizottság is beszélt erről, és ők is jónak tartották ezt az ötletet, és majd szeretnénk pozitív visszajelzést adni részükre. Illetve a Holán busz és a vonat menetrendek kapcsán volt egy értekezlet, ahol mivel nem tudtam részteni, én elküldtem a mi igényünket. Ugye régen, ami még a pápai busznak a visszaállítása erre az útvonalra Kiskuma és a Tázár Soltvadkert útvonalra Kiskunhalas helyett, és hát azt a választ kaptuk, hogy további vizsgálatot igényel néhány országos járat Kiskunhalas helyett Kiskuma és a útirányra áthelyezésének a lehetősége. Tehát igazából jeleztük, foglalkoznak vele, reméljük, hogy visszakaphatjuk a buszt, főleg, hogyha a Majsa felé is elkészül majd ez az út. Illetve jelezték, hogy a Tázáról legkorábban induló 5.25-kor induló Kiskörösre tartó buszjárat, az 15 perccel korábban fog indulni, tehát 5 óra 10 perckor fog indulni, és Kiskörös vasútállomásig fog közlekedni. És még egy dolog van, amit felírtam ide magamnak, a Diósadi testvértelepülésünk küldött egy meghívót a településnek, ugyanis egy sportpályát építettek, és ennek az avatására hívják a tázdáriakat. Itt felvettem a kapcsolatot a sportkör elnökével, beszéltünk róla, mondta, hogy megvizsgálja, hogy tudnak-e a focisták, vagy nem. Ha nem tudnak, akkor is én úgy gondolom, hogy azért megpróbálunk egy olyan csapatot delegálni azokon túl, akik állandó kapcsolatot is kiépítettek, és nyilvánvaló nyitottak vagyunk arra is, hogy ha új emberek szeretnének testvérkapcsolati szálakon keresztül újabb ismerettségeket kötni. És mivel ez szeptember 2-án, 3-án lesz, ezért augusztus 20-án nem fognak Diósadon falunapot rendezni, és így akkor minden a szokott rend szerint itt nekünk a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy itt viszont a helyi megemlékezést augusztus 20-án 9 órától megtartsuk a szokott helyen a parkban. Én röviden ennyit kívántam az egyebeknél megosztani, és átadom a szót képviselőtársaimnak. Akár ezekkel kapcsolatosan, akár újabb más témával kapcsolatosan, hogyha valamit szeretnének megvitatni, akkor Bánné Égető Zsuzsanna. Levél felvonulással kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy ugye Tázlárnak október 1. szombatja a fix időpont a felvonulás megrendezésére, ugye a környező települések által legoptimálisabb időpontként, ugye ez akkor október 1-je lenne. Az eddigi szervező közösség szeretné átadni újabb vállalkozó embereknek, akik szeretnék megújítani, felfrissíteni, új vérkeringést vinni ebbe a programba. Égető Sanyi annyit nyilatkozott, hogy ő a lovas részt szívesen összefogja, és pusztán nyilván a többi részét kellene akkor megszervezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor ennek kapcsán akkor várjuk az újabb jelentkezőket, és ugyanúgy segítenénk az ő munkájukat is az önkormányzat részéről, én úgy gondolom, mint ahogy az eddigi csapatot is segítettük, és köszönjük nekik is a közösségért végzett munkát.
Van-e más egyebekhez tartozó? Nagyajtai Mihály. Nekem lenne egy kérdésem, jegyzőasszonyhoz kerestek idős személyek azzal a kéréssel, hogy ugye tudjuk ezt a villany áram változásokat, illetve a gáz díj változásokat, és nagyon sokan nem tudják, nem értik ezt a, ezeket a változásokat, illetve azt nem tudják, hallották, hogy be kell diktálni az órállást, mikor kell, meddig kell bediktálni, és ezzel kapcsolatosan, hogyha a jegyzőasszony tudná egy pár dolgot ismertetni, hogy, hogy valóban be kell-e, mit kell, illetve hogy a kategóriákat, amennyiben lehetséges, akkor ismertetni, hogy meddig alapdíjas, meddig maradt a rezsicsökkentett, illetve mettől emelt áron. Köszönöm szépen. Hát akkor áremeléssel kapcsolatban annyit szeretnék elsősorban előtérbe helyezni, hogy ezt a rendeletet arra az időszakra hozták, ameddig a háborús helyzet fent áll. Tehát ez egy nagyon fontos tudnivaló, mert nem állandó ez a rendelet, hanem a hatáját fogja veszteni, amint a háborús helyzet megszűnik. Addig pedig egy olyan döntés született, hogy minden olyan háztartásban, ahol háztartási fogyasztás történik, a villanymérő órákat vegyék figyelembe. Havonta 210 kWh az, amely ebbe a kategóriába esik. De mivel éves szinten össze fogják adni a teljes mennyiséget, ez 2523 kilowattot tesz ki egy évben. És mivel idős emberek esetleg könnyebben boldogulnak úgy, hogyha kimennek, és a mai napon is leolvassák a mérőt, meg egy hónap múlva is, meg a következő hónapban is, akkor jobban látják. Én úgy gondolom, hogy egy 210 kilowattos fogyasztásba egy normál háztartással bele lehet férni. Én úgy értelmezem a jogszabályt, hogy az éjszakai áram ugyancsak 210 kWh-t tartalmaz, és ezért a 210 kWh-ért nappali áramon 36 forintot kell fizetni, éjszakai áramban pedig 23 forint 10 fillért. Tehát aki ezt a kereteket éves szinten tudja tartani, az ennyi lesz. A jogszabály továbbiak értelmezésében én úgy értelmeztem, hogy csak a különbözet után kell majd a magasabb árat megfizetni, ami tehát az éves 2523 kWh fogyasztás felett van, azután már 70 forint 10 fillért kell majd a háztartási fogyasztóknak fizetniük, illetve az éjszakai áramnál ez 62 forint 90 fillér lesz. Tehát ott egy jelentősebb emelkedés van. Annyit még tudni kell mindenkinek, hogy ezek nem piaci árak. Tehát ezek még mindig, tehát még az emelt is egy erőteljesen rezsicsökkentett ár, tekintettel arra, hogy az áramnak a piaci ára olyan 268 forint körül van. Tehát 268,90-et tettek közé egész pontosan. Ami még fontos, van egy úgynevezett ilyen H-tarifa, én nem nagyon tudtam korábban, hogy mi ez, ezek a bioenergiások, napenergiások, tehát mindenkinek, aki ilyen egyedi valamilyen felhasználó van a házában, ő az összes fogyasztás után 36 forintot fizet. Tehát őnekik van ez a kedvezmény tekintettel arra, hogy talán amiatt, hogy ők ezt az energiatakarékos megoldást választották. Ennyit tennék még, ja és akkor, hát ez volt nagyjából a villany. A földgáz esetében ez úgy alakul, hogy 144 köbméter fogyasztás per hó, és ez 12 hónapos átlagra vetítve. Én még a földgáznál is megkockáztatom, hogy egy 80 négyzetméteres lakásban, ahol nem 24-25 fokok vannak, hanem mondjuk a 20 fok környéke, hogy talán még ott is bele lehet férni éves szinten ebbe a fogyasztásba. Ez éves szinten 1729 köbmétert jelent. Eddig a tarifáig 102 forint az ára a gáznak. És itt van egy nagyon durva ugrás, mert az 1729 köbméter feletti árat már nem 102, hanem 747 forinttal számolják el, tehát ez közel a hétszerese, vagy lehet, hogy még több is, mint a hétszerese a
és szintén a különbözetnek. Ami még fontos, a jogszabályban találtam, hogy a háromgyermekes családoknak kedvezményük van a gázfogyasztás tekintetében, de minden kedvezmény csak úgy vehető igénybe, hogyha bejelentik. Tehát gyakorlatilag nyilatkozatot kell, az is az benne volt a jogszabályban, hogy a honlapon ezek a nyomtatványok megtalálhatók, én nem találtam eddig ilyen nyomtatványt. Én javaslom a háromgyermekes családoknak, hogy esetleg egy levélben, fogyasztási helyjel, fogyasztási számmal, egyebekkel írjanak levelet, és jelezzék, hogy három gyermekük van, illetve ezt igazolják személyigazolványmásolattal bármivel, egy címre vannak bejelentkezve. Három gyermek után 600 köbmétert kapnak pluszba, amit még szintén kedvezményes áron számolnak el, és tehát ez havonta náluk 194 köbmétert jelenthet, illetve hogyha háromnál több gyermek van, akkor gyermekenként további 300 köbméter még az, ami kedvezményes áron kerül elszámolásra. Még egy dolgot találtam a jogszabályban, a fogyatékkal élőknél szintén van egy ilyen kedvezmény, hogyha ugyancsak jelezniük kell, és nyilatkozniuk, illetve kérniük ezt a kedvezményt, hogyha valami gép biztosítja a fogyatékkal élésüknek a kompenzálását, vagy bármi, akkor ők ugyancsak támogatást kapnak, és magasabb összegben egyedileg megállapítják az ő fogyasztásukat. Tehát ezekkel kapcsolatban én ennyit szerettem volna elmondani, és ami még fontos, és amiről sokan nem tudnak, hogy bizonyos mikrovállalkozók is kaphatnak olcsóbban gázt. Valójában 1489 köbméterig, júliusig be kellett volna jelenteniük, de mivel negyed évente felül fogják vizsgálni még ezeket az árakat, ezért nyilatkozniuk kellett, számos feltétele van, valóban 2004 éve, nem tudom melyik törvény alapján valóban mikrovállalkozásnak minősül-e, hogy van-e bejelentett, nem is tudom, ja is, hogy a maximum 20 köbméter per óra kapacitást kötött el, tehát még az is számít, hogy mennyit kötött le gázfogyasztásként, de érdemes utána kérdezni, inkább azt mondom, mert a jogszabályból ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy de valamilyen kedvezmény még nekik is járhat. Úgyhogy ezért javaslom, hogy ők kérdezzenek. Köszönöm szépen. Igen. Dolgot, ugye a óra leolvasás valamikor megtörtént, viszont amikortól drágábban fogják számolni, lehet, hogy azt az óraállást arra értették, hogy azt mindenkinek le kell jelenteni az utolsó nap óraállását. Igen. Működik ez a magasabb tarifa. Az már elmúlt, ugye? És én szerintem a júliusi leolvasások ezt a célt szolgálták. Úgyhogy valószínűleg, én nem tudom, júliusban mikor történtek, de mi most... Mindig akkor van. Július, ugye? Igen. Úgyhogy én szerintem amiatt kezdték augusztus 1-jével, hogy ők leolvasták ezeket. Én nem hiszem, hogy le kellene olvasni havonta a mérőket. Jó, van-e kérdés, vagy más téma? Bálint István? Kettő kérdésem, vagy kérésem lenne. Az egyik, az jelezték még június előtt, többen, hogy a bölcsődénél van ez a játszótér, hogy oda nem lehetne padokat, meg asztalokat telepíteni egy kicsit, hogy a szülők sokszor állva nézik a gyerekeket, ahogy játszanak, hogy van ott egy pici, ahol le lehet ülni, de egy picit meg lehetne bővíteni, esetleg ha van raktáron valami, esetleg olyan dolgunk, amit ki lehetne oda telepíteni. Az jól jönne. Meg lett még egy kérdés, azt már korábban is beszéltünk róla, van-e, tegnap azt hiszem a gazdasági bizottságon is szóba került, de a lakosságot is jó, ha tájékoztatjuk. Az összedőlt felsőtelepi busz megálló kérdése, tudod, korábban is jeleztem már, hogy zavarja a kilátásba az arra közlekedőket, hogy már most elég sok idő eltelt azóta. Köszönöm. Igen. Én úgy gondolom, hogy játszótérre padok, asztalok, hát padok a régi padjainkból vannak ilyen beton elemek, amit le lehetne ásni, ami különösebb ráfordítást nem igényelne, és várnánk azt a két deszkát, amit rá lehetne rögzíteni akár felajánlásba valakitől, vagy ezt majd nekünk kell előteremteni. És tehát arra én látnék esélyt, hogy tudnánk oda elhelyezni egy párat.
a buszváró kérdése. Ugye eddig azért vártunk, mert a biztosítónak zajlott az ügymenete, hogy kijöhettek megnézni, és nekünk úgy kellett tartani, de ma délelőtt rákérdeztem a biztosító társaságra, hogy most már akkor megkaptak-e mindent ahhoz, hogy tudjanak utalni, és az volt a válasz, hogy igen, és most már elbonthatjuk. És meg fogják sürgetni, még ezt is megérte az ügyintéző. Úgyhogy pár hónapon belül reméljük, hogy megkapjuk a kártérítést, és amint be tudjuk ütemezni, a munkák sorában el is fogjuk bontani, mert többen jelezték, hogy a kilátást ott akadályozza, aki ki szeretne kanyarodni a felsőtelepi Köves útról a 5405-ösre. Van-e más kérdés, észrevétel itt az egyebeknél? Ha nincs, akkor én mindenkinek köszönöm az aktív részvételt, és a nyílt képviselőtestületi ülést bezárom.